Jubileumi évad záróján vagyunk, hogyha visszatekintünk az évadra, akkor elég sűrű volt. Mi az, amit így az évad végén kiemelnél belőle, mint a társulat számára meghatározó dolgokat? Egyrésztről a 30. születésnapunkra tervezett eseményeink úgy valósultak meg, hogy azt terveztük, nagyon örültünk annak, hogy nagy figyelemmel kísérte a sajtó is, és a közönség is ezeket az eseményeket. Nagyon szép film készült a 30 év kapcsán, is egy nagyon szép kiállítás, fotókiállítás is. Ezen kívül a bemutatóinkra is nagyon büszkék vagyunk, hiszen azok nagy sikerrel szerepeltek nem csak Szegeden, de Budapesten is, és más fesztiválokon is. És az évadunknak még nincs vége, hiszen most az évad záró, ami egy formális aktus, ezután pár nappal, június 27-én a MÜPÁ-ban lesz egy bemutatónk, ez az évadunk egyik legjelentősebb és nagy volumenű bemutatója, Orpheus és Euridike címmel. Ennek koreográfusa Enrico Morelli, egy olasz fiatalember, olasz koreográfus, aki harmadik alkalommal dolgozik velünk. Mindig annyira szeretünk vele dolgozni, és annyira szépek a darabjai, hogy most egy teljes estés balettet bíztunk rá, és azt gondoljuk, hogy ennek nagyon jól megfelelt, és ez egy csodálatos mű lesz, amit ő létrehozott. Néhány szót említsünk meg a műről, hogy ezért egy elég sok oldalról megfogható mű. Egy nagyon erősen filozofikus, ugyanakkor pedig alapvetően mégiscsak az érzelmek erősségéről, a szerelem igazi bátorságáról és mélységéről szóló mű, egy nagy toposz, és ebben ilyen hasonló gondolatokkal vágott neki. Nagyon érdekelte az az út, amit a szerelem elvesztése kapcsán Orpheus bejár, hogy milyen lelki mélységeket kell átélni ahhoz, hogy ilyen döntést hozzon, hogy a pokolba is utána megy. Nagyon izgalmas, hogy a két felvonást a felső szint, a élet szintjén, a másikat pedig a pokol szintjére helyezi, és a kettő nagy különbséget is mutat, formailag is, másrészt zeneileg is, és a zenei világában ugye a klasszikus zene, tökben a motetták, madrigálok korát idézős itáliai zene, mint a Dante korát idézni meg ezzel a pokoljárás előtti vidám állapottal, ugyanakkor pedig a mai, nagyon is mai elektronikus zene ütközik ebben a darabban. Ez egy jelentős drámai feszültséget is okoz. Hogyha előre tekintünk a következő évadra, akkor a társulat új tagokkal is bővül, a repertoár is nyilván ezzel a darabbal is, és valószínű más darabokkal is fog bővülni, és hát el is köszönt a társulat néhány tagtól. Szokásos módon ilyenkor ugye a szerződtetési időszak van, ilyenkor mindig vannak változások, idén is lesznek, három tagunktól elköszönünk, megköszöntünk nekik a munkájukat, csodálatos művészek, akik kisebb vagy hosszabb időszakon keresztül tagjai voltak a társulatnak. Van, amelyikük még a jövő évadban is azért darabszerződéssel velünk marad, viszont helyettük három új tagot mutattunk be most itt az évadzáró eseményen, három fiatal táncost, ketten most végeztek különböző magyar iskolákban, egyet pedig Olaszországból hozunk magunkkal, pontosabban Lengyelországból, ahol én dolgoztam kint a Kármira Burana kapcsán, ő volt a főszereplője a darabomnak, és sikerült őt elcsábítani ebből a nagy állami operaházból, onnan Lodzból, és itt folytatja velünk a munkát jövőre. A repertoár mennyire változik jövőre? A repertoárunk nagyon széles. Tulajdonképpen inkább az a bajunk vele általában, hogy nagyon sok munkát igényel a repertoár szinten tartása, de a jövő évadban szánunk erre időt, és szeretnénk olyan darabokat is játszani, amiket egy ideje nem játszottunk, és felújítanánk. A Stabat Matert akár biztosan játszunk, Diótörőt, játszani fogunk Tavaszi áldozatot is együtt a Menyegzővel. Tehát nagyon fontos darabjainkat vesszük elő, és mint látható, ugye új táncosok is be fogják ezeket tanulni. De mellette ugye ez a bizonyos bemutatónk, ez meg lesz itt Szegeden. Október 19-én az Orpheus és Euridike, ez lesz az első szegedi nagyszínházi bemutatónk. És egyéb munkáink pedig, amik tavaly is voltak, azok Budapesten most is meglesznek. Például az Álomutazó című mesemusical, amit nagy szeretettel és nagy sikerrel is játszottunk decemberben. Ugyanakkor ebben az évadban is, és jövő évadban is lesz turné. Most merre utazik a társulat? A jól bevált párciumi kapcsolatot azt tovább életben tartjuk, és Szatmárnémetiben is leszünk egy fesztiválon majd augusztusban, októberben pedig Nagyváradon, az Infinity Fesztiválon fogunk fellépni. Utána pedig Lengyelországban, Tarnow városában lesz egy fesztivál, ahova
elmegyünk, ez október vége. Ez egy nagyon sűrű időszak, úgy terveződik, hiszen párnapos különbségekkel más országban vagyunk, sőt annyira, hogy november 3-án elrepülnénk Indiába, és Mumbaiban és Delhiben két-két előadást tartanánk. Ez egy igazi különlegesség, és a mumbai főkonzul segítségével, az ő aktív segítségével reméljük, hogy ez a turné megvalósul. Nagyon jól előre haladott tárgyalásaink vannak.